Nos hát sziasztok srácok, én Dream vagyok, és előre is bocsánatot kérek a cím miatt. Tudom, hogy ilyenkor az átlag YouTube néző mindig arra gondol, hogy ú, vajon abba hagyja a videózást? Nem, nem ilyesmiről lesz szó, ennél sokkal fontosabb dologról lesz szó. És nem, nem hagyom abba a nyugi. Nem, nem is tervezem azt, hogy abba hagyjam. Nem is fogom abba hagyni. Szóval mindegy, ne viccelődjünk, mert ma egy elég komoly dologról lesz szó. Szóval srácok, mivel, hát utálom ezt a szót, influencer vagyok, úgymond, ami igazából annyit jelent, hogy véleményvezér vagyok, vagy mi. Van mögöttem egy közönség, aminek tudom befolyásolni a döntését. Szóval, mivel megvan a nézőbázisom, ezért úgy gondoltam, hogy erről a témáról muszáj beszéljünk. És hogyha csak egy picit is jobbá tudom tenni az egész dolgot ezzel a videóval, akkor már megérte felvenni ezt a videót, megvágni és a többi. Na de miről van szó? Hát srácok, hogyha használtok internetet, már pedig használtok, mert úgy nézitek ezt a videót, akkor biztos hallottatok így a természetnek a jelenlegi helyzetéről, beszélek itt a globális felmelegedésről is. Szóval nagyon durván rossz a helyzet, főleg amilyen dolgok történtek most, amire mindjárt ki fogok térni. Eddig mindig csak azt mondták, hogy a jövő lesz ez a globális felmelegedés 2030-ra, meg stb de nem, most már, most már ez itt van. Szóval biztos láthatok a neten valahol, hogy az amazonaszi esőerdő ég. Már lassan egyébként három hete most, mikor veszem fel ezt a videót. És hát ez így elég komoly probléma nekünk, mindenkinek az egész bolygón. Mert ugye az az erdő teremtette meg az egész bolygónk oxigén ellátásának a 20%-át. Biztos láthatok már egyébként képeket is róla, hogyha esetleg nem, akkor ide nyilván bevágok. Na most ezzel nyilván tudjátok, hogy mi a baj. A média egyébként nem beszél róla, pontosan nem tudom, hogy miért, de remélem, ami mert az interneten így elterjed, ezért elég sok emberhez el fog jutni az információ. Szóval nagyon nagy gáz van, szó szerint. Én most szeretnék nektek megmutatni egy várost, aminek az a neve, hogy Sao Paulo. Lehet, hogy nem így kell kiejteni, nem tudom, hogy hogy kell. Na most itt egy kép a városról. Azt hiszitek, hogy este van, ugye? Hát nem. Nem, basszus, ez nappal van. Ez fényes nappal készült kép. Sőt, mutatok még egy párat, tessék, ezek fényes nappal készült képek. Ekkora a füst a város fölött. Amúgy nem tudom, hogy az emberek ott hogy kapnak levegőt, de hogy jelentősen csökkenteni fogja nagyon-nagyon sok embernek az élettartalmát, az biztos. Olvasgattam az interneten, hogy vajon mi lehet az oka ennek az erdőtűznek, hogy hirtelen így elkezd égni az egész. Hát nagyon sok helyen azt írta, hogy ez egy természetes folyamat, hogy felgyúl az erdőt, tudjátok, belecsap a villám egy fába, és akkor ez így tovább terjed. Viszont mélyebb kutatások árán Találtam valami nagyon fontos srácok. Olyan emberek információit fogom most megosztani, akik ott laknak. Szóval elméletileg, hogyha igazak ezek az állítások, akkor ezeket emberek gyújtják be, farm tulajdonosokról beszélek, csak azért, hogy, hogy, legyen nagyobb terület, hol tudják tenyészteni az állatokat, amit ugye levágnak és eladják a húst. Az ott lévő emberek egyébként azt mondták, hogy ez, ez már évek óta így működik, hogy egyre-egyre égetnek ki az erdőből, és oda rakják le a farmjukat, úgymond. De igazából tök mindegy, hogy mennyit égetnek le az erdőből, mert hiába lesz neki belőle pénze, hiába lesz mit egyen, ha nem lesz levegő, amit beszívjon abba is belepusztul az ember, hogyha levegőn is, nem csak abba, hogy éhen hal. Egyszerűen nem tudom, ezt nem tudom hangsúlyozni, hogy mennyire felelőtlenség ilyet csinálni amúgy. Tehát, hogy ez, ez hihetetlen. És visszatérve az erdőtüzekre, Kaliforniában, Szibériában, rengeteg helyen óriási erdőtüzek vannak. Máshol is kialakulnak erdőtüzek, sokan azt mondják, hogy ez természetes, Hát nem hiszem, hogy egy év alatt ennyire-ennyire elégjen minden az egész bolygón, de komolyan. Jó, akkor kérdezhetitek, hogy mi lesz így mi legyen, ugye bármi, hogyha elég egy erdő, abból jelentős mennyiségű olyan gáz keletkezik, ami nagyban elősegíti az üvegházhatást, tehát még melegebb lesz a bolygón, még több minden fog elégni, aztán amiatt még melegebb lesz, még több minden fog elégni. Tehát ez egy ördögi kör, ennek hogyha nem vetünk véget, akkor, akkor konkrétan nem lesz hol laknunk. Mi még egyébként nagyon szerencsés helyen vagyunk, mert Európa, hát nem tudom, ez lehet túl erős, de talán talán valamilyen szinten példaértékű a környezetvédelemben. Beszéljünk itt akár Norvégiáról, meg vannak még azért olyan országok itt Európában, amik, igen igenis odafigyelnek a környezetvédelemre, nem úgy, mint Amerika. <coughs> Donald Trump szerint a globális felmelegedés nem létezik, és csak cégek találják ki, hogy ebből profitot szerezzenek. Szóval, hogyha nem változtatunk, akkor akkor nagyon nagy probléma lesz ebből, és ezért készítettem el ezt a videót, hogyha valaki nem tudná, hogy mi a helyzet a világban, és hogy mennyire rossz úton haladunk, akkor tudja, és kérek minden embert, hogy valamilyen féleképpen tájékoztassa a körülötte lévőket, hogy mire lehet számítani, hogy, hogy mi az, ami most történik, és még időben tenni kellene, mert ha nem, ez, ez lesz itt a földi pokol. Na de kitaláltam valamit, ami lehet most egy ilyen hülyeségnek gondoljátok, de ültettünk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 darab fát csak a mi udvarunkra, ami nem fogja megváltani a világot nyilván. Viszont ezzel szeretném nektek felhívni a figyelmeteket, hogy együtt közösen csináljunk valami olyasmit, ami ha összejön... Akkor, akkor én leszek a legboldogabb ember a világon. Szóval arra kérek most mindenkit, aki nézi ezt a videót, hogy ültessetek fát, tök mindegy, hogy hova, tök mindegy, hogy milyen fát, vegyétek videóra és töltsétek fel a Youtube-ra, valamint a címbe a videónak írjátok oda, hogy hashtag levegőt a bolygónak. Most tök mindegy, hogy hashtag levegőt a bolygónak, vagy hashtag levegőt a bolygónak írjátok, tehát ékezettel vagy anélkül. A lényeg az, hogy ott legyen, és minden egyes feltöltött videóra ahol elültettek, tök mindegy, két perc, ahogy, ahogy, beültetitek a fát, mindegy, csak a lényeg az legyen, hogy ültessetek fát a videóban. Az alá a videó alá én oda fogok nektek írni valamit, mivel hát megpróbálok minden két-három nap azért utána keresni, ezután a hashtag után a YouTube-on egyébként lehet, szóval azért rakjátok be a címbe. És most gondoljatok bele, lehet, hogy hát én csak egy kicsi YouTuber vagyok, de hogyha csak a feliratkozóimnak, mit tudom, a 10%-a egy darab fát ültetne, az több mint 7000 fa, ami ugyanúgy nem mentené meg a világot, de tudjátok, mindig a kicsi dolgokból lesznek a nagyok. Úgyhogy én ennyivel szeretném a természetet úgymond támogatni, úgyhogy kérek mindenkit, tényleg ne legyetek lusták, menjetek ki, ültessetek egy fát akárhova, vegyétek azt videóra, törsétek fel YouTube-ra, akármilyen címmel, csak a címbe legyen, hogy hashtag levegőt a bolygónak. És mint mondtam, az összes olyan videót meg fogom nézni, hogyha esetleg nem találtam volna meg egy videót, akkor küldjétek el Instagramon. Remélem tényleg, hogy lesz belőle valami, és hogyha esetleg mit tudom én, maximum 50 fát tudunk összehozni, én akkor is boldog leszek. És már akkor is tettünk valamit a természetért. Mert itt az idő végre valamit tenni. Még a kicsi dolgokat is, sok kicsi dolog sokra megy, nem? Na jó, ennyit szerettem volna, osszátok meg ezt a videót, vagy nem is muszáj a videót, csak a gondolatotokat erről megosztani másokkal, és mondom, minél több videót várok a Youtube-ra, nagyon remélem, hogy minél többen fogtok fát ültetni, előre is nagyon szépen köszönöm, igazából mindenki nevében, legyetek jók, a következő videóban pedig találkozunk, ami valószínűleg ugyanúgy forzás videó lesz, vagy valami más játékról fog szólni, viszont úgy gondoltam, hogy ezt a videót muszáj, kötelező, megcsinálnom, mert, mert ez a nagyobb jóért szól. Na sziasztok!